A 2017-ben elindult Egészséges Budapest program a főváros egyik legnagyobb egészségügyi fejlesztési projektje, melynek keretében 2026-ig több mint 700 milliárd forint értékű beruházásra kerül sor az érintett kórházakban. Az ősz folyamán a Balcsi Zsilinszky Kórház és Rendelő Intézet kardiológiai osztálya két új csúcstechnológiát képviselő röntgengéppel gazdagodott, emellett pedig orvos technológiai és informatikai eszközök is helyet kaptak az intézményben. Magyarországon a Balcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben létesült először kardiológiai osztály, ahol évente több mint 2000 szívkatéteres és 900 perifériás ereket vizsgáló katéteres eljárást végeznek el a szakemberek. Ehhez nyújt jelentős segítséget az a két új röntgengép, amelyekkel egy 13 éves eszközt cserélnek le az intézményben az Egészséges Budapest program támogatásával. A közel 400 millió forint értékű készülékek átadására október 3-án ünnepélyes sajtótájékoztató keretében került sor, melyen dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár elmondta, a beruházás nagy mértékben hozzájárul a kórház példaértékű munkájához, melyről az elmúlt 20 évben is tanúbizonyságot tett. Az, hogy itt ebben a kórházban jövőre ünneplik azt az eseményt, hogy 20 évvel ezelőtt a kardiológiai osztályon elindult egy olyan működés, egy olyan szívkatéteres laboratóriumnak a működése, amely szívsebészeti háttér nélkül mert ilyen eljárásokat végezni, példamutató volt akkor az ország számára, példamutató volt abban, hogy kell szakmai tudás, elkötelezettség és megfelelő műszerpark ahhoz, hogy ilyen eljárással emberéleteket lehessen megmenteni. Az államtitkár kiemelte, az orvostechnológiai műszerek mellett mintegy 120 millió forint értékben informatikai fejlesztés is megvalósult az intézményben, elősegítve ezzel a betegellátást. Az informatikai fejlesztése az egészségügyünknek azért kiemelt jelentőségű, mert digitális egészségről, egészségügyről, anélkül, hogy az ehhez tartozó számítógépek, monitorok korszerűek, újak volnának, nem lehet beszélni, és ezek olyan elemei a mindennapi orvosi munkának, amely ha gyorsan, gördülékenyen megy, akkor a teamből orvosnak, nővérnek, adminisztrátornak ideje szabadul fel, ideje marad meg arra, amit a betegre tud fordítani. A Balcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet elsődlegesen a 10. és a 17. kerület, valamint 7 Pest megyei település közel 2 millió betegéért felelős. A területvezető egészségügyi létesítmény számára fontos, hogy a lakosság még inkább biztos kezekben érezze magát, ezáltal a már folyamatban lévő és az elkövetkezendő fejlesztéseket a kormánnyal és az érintett önkormányzatokkal közösen hajtja végre, hangsúlyozta együttműködő félként Horváth Tamás, Rákosmente alpolgármestere. Mi önkormányzatként megteszünk mindent, amit lehet azért, hogy a betegellátásban, itt gondolok most az alapellátásban, ugye ami önkormányzati feladat, de a szakellátásban is vannak elképzeléseink, fejlesztéseink, szóba került ez már, hogy ez már itt az előbb, hogy a jövőben ez irányba is tovább fogunk fejlődni, hiszen itt most már épül az új szakrendelő, reményeink szerint Rákos mentén is korszerűsödni fog, bővülni fog a szakrendelő. Az alpolgármester által ismertetett terveket dr. Bodnár Attila, a kórház főigazgatója is alátámasztotta, kiemelve, hogy az Egészséges Budapest program keretében az intézmény teljes egészében megújul a közeljövőben. Hogy a központi telephely ma még vegyes épületállománya, az ott lévő műszerek, és mind a négy szakrendelő, hisz a kőbányai szakrendelő, ami itt látható, hogy épül mellettünk, és a jövő év folyamán átadásra kerül. A rákosmenti szakrendelő, amire jelenleg az átalakítása tervezési stádiumban áll, és ahol külön megköszönöm az önkormányzatnak, hogy ilyen sok támogatást tett bele, hogy többek között a terveztetési költséget átvállalta, és nem szabad elfelejteni, hogy a közigazgatási határon kívül is tartozik hozzánk két szakrendelő, ez pedig a Monori és a Gyömrői. Ezeknek a teljes felújítása, korszerűsítése is szerepel az Egészséges Budapest programban. A kardiológiai osztály új perifériás készülékét az elmúlt hetekben üzembe is helyezték a szakemberek, és két hónap alatt 600 beavatkozást sikerült a segítségével elvégezni. Az orvosok bíznak abban, hogy a nagy tudású röntgenfelszereléseknek köszönhetően a jövőben csökken a perifériás érszűkületből adódó amputálások, valamint a szívinfarktusok száma egyaránt, mely jelenleg vezető halálozási ok Magyarországon.